hogy aki el akar menni ebből az országból, orvos, rezidens, az eddig is, ha akart, elment, ha tudott, elment. Ezzel a dologgal nem lehet zsarolni a kormányt, és nem is hagyta magát a kormány egyébként zsarolni, a rezidensek semmit sem kaptak. Hát dehogy nem hagyta magát zsarolni, de ez egy másodlagos kérdés. Nem, semmi nem történt, bocsánat. Az elsőleges kérdés az, hogy nekik joguk van-e a magasabb fizetéshez? Joguk van. Lehetőségük arra, hogy harcoljanak? Megvan. Megtették? Megtették. Ettől függetlenül, ha úgy érzik, hogy nem kapták meg, ami jár nekik, és úgy érzik, hogy akkor el kell menni, akkor el fognak menni. Igen. De a szép az benne, hogy nem egy olyan nyilatkozatot hallottam, ahol azt mondták ezek a fiatal emberek, hogy ők nem akarnának innen elmenni. Mert ők tudják, hogy itt a helyük, ők itt vannak otthon, és a többi. De ha kényszerítik őket, de nem kényszeríti őket, mert megélhetésük nem biztosít. De most épp az előbb önsorolta végig, hogy ki mindenki érzi úgy ebben az országban, hogy rosszul él. Igen, vannak olyan emberek, akiknek 5 forintjuk sincs, hogy a maga szavát idézzem, és alul fizetetnek érzi magát a tűzoltó, a rendőr, az egyetemi tanár, a bankár, mindenki alul fizetetnek érzi magát ebben az országban. És alul is van fizetve, de ez a dolog normális állapota. Ha mi fele olyan gazdagok vagyunk, mint az Európai Unió, kb. Egyharmad olyan fejlettek vagyunk, mint Ausztria, akkor a béreink is egyharmad szinten vannak mindenkinek. Ez ilyen egyszerű. Majd, ha olyan fejlettek leszünk, mint az osztrákok, akkor többet tudunk fizetni. Ugye azt érti meg nagyon nehezen az ember, hogy lehet, hogy fele olyan fejlettek vagyunk, mint akár Ausztria, akár Amerika, vagy egyharmad olyan fejlettek, de akkor az hogy van, hogy a béreinkben valóban ilyenek vagyunk, viszont a szolgáltatások áraiban, az élelmiszerek áraiban, meg a sokszorosa van. Dehogy vagyunk. Elmondom, itt van egy nagyon, hogy mondjam, élő kapcsolataim vannak Los Angeles-i barátaimmal. Rendszeresen hasonlítjuk össze az árakat. Sokkal olcsóbban lehet megélni Los Angelesben, mint Budapesten. Addig, amíg nem beteg az illető, addig, amíg nem kell lakást bérelni. Vártam, hogy ezt tetszik mondani, és erre rögtön megvan a válasz. $500 havi díjjal olyan családi biztosítást kap az ember, amiben minden benne van, az 5 csillagos kórházi szállodai biztosítással is. Miközben Magyarországon ma már ott tartunk, hogyha valaki, tegnap kért tőlem éppen valaki, jó könyvelőm, kért egy, hogy hívják ezt a milyen vizsgálat, ultrahangos vizsgálatra valakit, mert zűrje van a térdével, és júniusra kapott időpontot, azt mondja, addig ő nem tud szenvedni. Keresni kellett egy magán rendelőt, ahol természetesen külön fog fizetni. És itt van a másik része a dolognak, hogy miközben ugye a szolgáltatások és a TBA-ra nő, aközben kénytelen vagyok elmenni a magánszférába. Ezt fedezték fel ugye a egészségügyi dolgozók is minden szinten, és ők is húznak át a magánszférába dolgozni. Mert ott megkapják a pénzt, csak azt nem értem, hogy akkor viszont miért fizetem a TB-t. Most erre csak azt a cinikus, de tényszerű választ tudom adni, hogy ezt az Orbán kormány megoldotta, a társadalombiztosítás intézményrendszerét az alaptörvényből törölték, nincs ma Magyarországon társadalombiztosítás, megszűnt. Ezt a közvélemény nem... Akkor díjat sem kéne fizetni? Nem, adót fizetünk, adó módjára szednek egészségügyi adót, nincs társadalombiztosítás. Ez a kifejezés az alkotmányból töröltetett. Megszűnt. Nincs. Ezt nem eléggé hangsúlyozta. Na, még egyszer, hogy hangzik ez? Tehát az alkotmányban, ami eddig volt az elmúlt 20 évben hatályban, abban benne volt az a nagyon fontos állítás, hogy az állam kötelessége a egészségügyi ellátás megszervezése és finanszírozása, és ez a társadalombiztosítás útján történik. Ez volt az alapelv, és ebből nagyon sok fontos alkotmánybírósági döntés is következett. Nevezetesen a lényeg mindig az volt, hogy ha én járulékot fizetek, akkor nekem ezért valami jár. Az ellátás jár. Ezt az alkotmányból törölték, nincsen benne, a társadalombiztosítás szó nincsen benne, a társadalombiztosítás helyett állami egészségügyi ellátás van, ami ugyanolyan, mint a tűzoltóság vagy a hadsereg. Adót fizetünk, és ebből az állam fönntart valami tűzoltóság nevű szervezetet, meg fönntart egy hadsereg nevű szervezetet, de konkrétan a befizetett járulékért semmi nem jár, és hogyha valaki elégedetlen, nem is tud elmenni most már az alkotmánybíróságra panaszra, hogy ő úgy gondolja, hogy a járulékért jár, ami nem jár semmi.
Ez egy nagyon lényeges alkotmányos változás. Ezt megszavazták, ezt az alkotmányt ilyen formában, tudták, hogy mit szavaznak? Nem, az biztos, hogy nem. Nem, ezt 15 ember értette az országgyűlésben, a többiek büdös szóval. Bevallom őszintén, én lehet, hogy olyan primitív vagyok, de én is most értettem meg. Tessék időnként elolvasni a jogszabályokat, az alaptörvény nem olyan hosszú. Erről egyébként azért a szakmai körökben sokat beszéltek, de nem eleget, így van, nagyon jó, hogy erről most beszéltünk. A 120 éves magyar társadalombiztosítás megszűnt. Nincs társadalombiztosítás. Ez egyébként a nyugdíjvonalon a lényegesebb, mert a nyugdíj vonatkozásában sincs. Adót fizetünk, és ezért majd valamennyi nyugdíjat fog fizetni az állam. Magyarán fizethetem most a járulékot, a nyugdíjjárulékot, igen, de nem garantált. Nem, semmifajta alkotmányos garancia nincsen a magyar alkotmányban pillanatnyilag, az alaptörvényben arra, hogy ezért mi jár. Nincs. Sőt, most már ha nagyon belemegyünk a részletekbe, csak jelezném, hogy a hatályos nyugdíjtörvények szerint 2013. január 1-től egy új nyugdíjrendszernek kellene működnie, aminek a kidolgozásához a kormány még hozzá se kezdett. És van 6 hónap, 6,5, 8 hónap. Semmifajta. Annyi történt, hogy az a korábbi alkotmányos garancia, hogy a befizetett nyugdíj járulékért jár nyugdíj, ez ki lett véve az alkotmányból, nem jár semmi. És akik most nyugdíjasok? Azoknak a kormány holnap után minden további nélkül lecsökkentheti a nyugdíját 10-15-20-30%-kal, mondván, hogy a válságra való hivatkozása most nem fizet, ennyit tudunk fizetni. Semmifajta alkotmánysértést nem fognak elkövetni, mert ki lett véve az alkotmányból. Minden további nélkül ezt meg lehet tenni. És nem lehet hova menni panaszra. Na, akkor fogja megérteni a magyar nyugdíjas társadalom, 3,5-4 millió ember, hogy mi az, hogy válság, amikor egyszer csak ezzel szembesül. Ezt az emberek egyelőre még nem érzik, mert azért ne felejtsük el, és ez nagyon lényeges, azért az elmúlt évben is a nyugdíjak megtartották összességében a reálértéküket, és ez 4 millió ember, akik különféle nyugdíjakat és járulékokat kapnak. Most a rokkantakat egy kicsit tegyük zárójelbe, tehát azért ezen a csoporton belül is történtek sérülések és fájdalmas veszteségek, de alapvetően ez a dolog még működik. Még egy mondat talán, hogy most tájékozott közéleti újságíró. Kezdek ott tartani, hogy nem. Igen, szóval van a dolognak egy olyan következménye, hogy ebben a szabadságharcos lendületben, amikor az országgyűlés egy évben 360 törvényt fogad el, akkor ez követhetetlen. Az átlagember számára is, és a szakember és az átlagosan művelt közéleti újságíró számára is követhetetlen. Ez a kormány egyik ügyesen végig gondolt trükkje, hogy olyan gyors ütemben csinálja a változásokat, hogy még mondjuk az olyan újságírók, mint ön, sem tudják követni. Ugye az az érzésem, hogy Orbán törvényei, Orbán torz elképzeléseit védik a hatalomról, vagy vélik a hatalomról, a gazdaságról, a népről, és nem a polgárokat védik a torz hatalmi akarat megnyilvánulásától. Ez így, ebben egyetértünk. Ezt nem csak mi, de Európa is nagyon nehezen érti meg. Így van, tele van a hócipőjük velünk, igen. És ez nem jó. És egyébként visszatérünk az aktualitásokhoz. Ugye most jönnek a tárgyalások Washingtonnal, és szerintem az Amerikai Egyesült Államok kormánya sem nagyon érti, és nem fogadja el, amit Magyarország művel. És ennek még lesznek kellemetlen következményei. 3000 milliárdot vittek el tavaly a nyugdíjpénztárból, a magánnyugdíjpénztárból, azoktól az emberektől, akik vagy gondolkodtak a jövőről, vagy elképzeléseik voltak a jövőről, de mindenképpen a saját jövőjükkel szerettek volna törődni. És tulajdonképpen azt a hitet, azt a gondolkodásmódot is elvitték, hogy önmagamról kell gondoskodjam, miközben úgy döntött a kormány, hogy ő viszont nem gondoskodik róluk. Lényegében egyetértünk, csak másképp fogalmaznék. Természetesen ez az intézkedés alapvetően abban erősíti meg az embereket, hogy magamnak kell gondoskodnom a saját magamról, mert a kormányban egy percig nem lehet megbízni. És ez az emberekben egy nagyon erős gondolat. Tehát fognak az emberek nagyon erősen gondolni a jövőjükre, most is gondolnak.
csak azt fogják mondani, hogy semmi, amit az állam ígér, azt nem szabad elérni. És ha majd egyszer mérleget vonnak a gazdaságtörténészek ennek a 2-3-4 évnek a történetéből, azt gondolom, hogy azt fogják mondani, hogy a legkárosabb intézkedés az ez volt. Tehát a nyugdíjak. A nyugdíjak. Mert ez két generáció, aki foghatni. Én többeknek mondtam azt a példát, hogy az én fiam már, meg a lányom felnőtt emberek, hát benne voltak a nyugdíjkasszámban, nem is léptek egyébként vissza. Ők a gyerekeiknek is azt fogják majd mondani, hogy kisfiam, az állami nyugdíjpénztárba egy fillért ne tegyél be, mert el fogják venni. Tehát ez két generáción keresztül hat. Iszonyatos kár. Tehát az emberek magánbankszámlákon, külföldi nyugdíjalapokba és máshova fogják tenni a pénzüket két generáción keresztül, mert nem lehet Magyarországon olyan kormány a belátható időből, akinek elhiszik az emberek, hogyha most tetszik nyugodtan az én általam kezelt számára fizetni a pénzt, akkor abból lesz nyugdíj. Miért hinnél? Mi fog történni akkor, hogyha ugyanilyen módon kijátsza az IMF-et is a kormány? Hát ott a jó Isten kíméljen meg minket, de komoly a veszélye. Akkor itt ennek egy pénzügyi válság lehet a következménye percek alatt. Az lesz a válság. Nem túl rózsás a kép. Nem. Csak reménykedni lehet abban, hogy a háttértárgyalásokon a miniszterelnököt olyan mértékben megijesztették, hogy tényleg megijedt, de ennek semmifajta bizonyítéka nincs, sőt, inkább az ellenkezőjére látszanak a jelek utalni. Ő most csak egy tűzszünetet tart a szabadságharcában. Mondanám, hogy nyugodalmas jó éjszakát kívánok, de ezek után ez merészség lenne. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. És én sem vagyok nyugodt.